Szevasztok. Végre. Szevasztok. Az mi az Isten? Végre. Most mi van? Szevasztok. Ez jobb. Vágod? Szevasztok. Hagyjad már. Gyerünk! Ez most a kard! Ott is van! Lazuli Glintstone Sword, srácok! Kifarmoltuk. És ti is ki tudjátok farmolni. Hát ez király. Karddal lehet varázsolni, gyerekek. Van egy olyan képesség, az a speciális skill, után nyomsz egy strong attackot, akkor ilyen rásolósan szúr. Megpróbálom megcsinálni nektek. Szóval egy speciál attack, és egy strong, és ilyen rásolósan. Láttátok? Na ez a durva skill ennek a fegyónak. Hát ez OP. Speciál, és egy strong. Olyan gyorsan rárásol, hogy megfordulni nem tud az ellenfél. Blablabla, szevasztok srácok! Üdvözlök mindenkinek! Ha szeretnétek ti is megszerezni ezt a nagyon menő kis mage-eknek, vagyis varázsoknak való epic kis kardot, akkor tartsatok velem, mert a videóban megmutatom, hogy tudjátok megszerezni viszonylag könnyen még a játék elején, és hát egy elég kemény kis fegyver, ugyanis tudtok vele speciális skillként Pibble varázslatot küldeni, illetve hát a harcban is elég komoly kis sérüléseket tud okozni a fegyverünk, és eleve ezerszer jobb, mint az alapvető kardunk, ami van, ez a Blood Short Sword, ugyanis ez amellett, hogy ad physical damage-et, ad magic damage-et is, nem is keveset. Na de hogyan is lehet ezt megszerezni? Tartsatok velem, ha kíváncsiak vagytok. Vagyunk most lent ugye a Church of Elébe. Igazából ide kellene valahogy fölcaplatnunk, ide egészen arra a részre, amíg föl sincs fedezve, és ott megkeresni egy ilyen Roxford-szerű iskolát, ahol megölni pár mobot, amiből eshet ez a kard. Úgyhogy csapjunk bele. Nekem ez a Stormhill nevezetű Grace van meg, ami legközelebb van itt, igazából ez a Stormhill Shack, és innen kellene fölfele haladnunk, valami nagy híd alatt át kell mennünk, és megkeresni az iskolába vezető utat. Na, én most nem fogok itt semmivel foglalkozni, sem mobokkal, semmivel, srácok, egyszerűen csak megpróbálunk odarásolni ahhoz a Grace-hez, meg ahhoz a mob együtteshez, amelyikből lehet ezt a kardot farmolni. Aha. Az erdőn keresztül kell haladni. Ne kanyarodjatok az úttal, hanem itt van az erdei út, ami igen, kihoz titeket egy másik normálisabb útra, és itt kell haladni, és itt lesz azt hiszem a félbetört híd, vagy mi a fene, ami nem fogunk tudni átmenni. Igen, itt van vége a hídnak, skacok. Itt lesz valami cucli. Normadic Warriors Cookbook, és erre lefele tudtok arrafele kerülni. Tovább. Itt elvileg simán le tudtok esni, nem lesz semmi gondotok. És erre fölfele, itt pedig jobbra kanyarodva lesz egy ilyen sziklás ösvény, amin végig kell haladni. Ígyni. Itt is lesznek farkasok, meg kisebb mobok. Ne foglalkozzatok velük, csak fussatok át. Közelbe kéne lenni egy Grace-nek. Valahol. Itt is van, meg is van, srácok. Átjöttek ezen a szűk kanyonos részen, kiérkeztek a nagyobb területre, ahol van egy Grace. Itt megálltok, pihentek egyet, és már is van egy újabb részünk, ahol tudunk gyors utazni. Na és innen még nekünk fölfele kell haladnunk bőven, hogy itt valahol azt a skult megtaláljuk itt fönt északon. Úgyhogy még menjünk tovább. Viszont ezen a helyszínen, itt srácok, ennél az oszlopnál meg kell találjuk a térkép darabot. Úgyhogy rakunk is egy markert, és oda megyünk, és akkor már is a térképet látva fölfedezhetjük, hogy merre kell mennünk konkrétan. Úgyhogy most menjünk a marker irányába. Szurdokon keresztül tudtok lefele lemenni a lentebbi területre, ahol a térkép darab is lesz majd. Úgyhogy levágtáztok, srácok, átvágtáztok ezen a táboron, vagy átmentek telibe, vagy pedig balról, vagy bocsánat, jobbról ki lehet kerülni szépen. És akkor nem kell itt problémázni azzal, hogy ki követ, meg meddig követ, meg milyen spellt nyomnak rád. Ha kikerültétek a tábort, itt lesz még egy Grace alul, ahova érdemes lecsüccsenni, hogy legyen meg fast travel pointnak, utána pedig a mocsáron keresztül kell haladnunk. Ettől a tábor tűztől pedig nem messze, itt a mocsár közepén találjátok meg a megszokott oszlopnál a map darabot, és a térkép darabot, amit ha felszedtek, akkor már is láthatóvá válik ez a terület is a térképen, és egyre könnyebb lesz úgy már tájékozódnunk. Itt van két szörny, három szörny, ezt érdemes így bevágtázni, gyors fölvenni, és otthagyni őket. Itt a mocsár közepén, srácok, lesz egy nagyobb ilyen kitüremkedés, egy ilyen sziklaszerűség, nem lehet eltéveszteni. Erre zizzenjetek föl, és itt is lesz egy Grace,
amit érdemes unlockolni, hogy tudjatok gyors utazni a későbbiekben, itt van fent a tetején, nem tudjátok eltéveszteni, elég nagy szikla tömbít a mocsár közepén, és már közeledünk a várhoz, az iskolához, ahova tartunk a kis kardunkért. Ezt a grészt felfelezitek, itt jelöli egy újabb térkép darabkának a helyét, amit összeszedtünk, hogy érdemes összeszedni. El is megyek én érte, hogy lássuk ezt a térkép zónát is a térképen. A térkép mellett, miatt odaértek, itt van még egy grész, ezt is érdemes, mint az összes többit felfedeznünk. Ehhez is lecsücsenünk. Konkrétan ez a grész mellett van itt, srácok, ez a kis megszokott kő írásos valamink, és itt van a térkép darabunk, amiért jöttünk. Ha ezt a térkép darabot is magunkévá tettük, akkor már a térképen egész jól látszanak itt a dolgok, srácok, és már látszik is a helyszínünk, ahova tartunk. Ide szeretnénk bejutni, ugyanis itt lesz egy mob, illetve egy grész, ami adja nekünk majd ezt a nagyon baró kis mage kardot, úgyhogy jussunk be ide a várba, vagy hát iskolába, vagy mi ez. Ettől a grésztől már viszonylag közel van, srácok, ez a school, ahova tartunk, úgyhogy ezt már nem nagyon kell magyaráznom, látjátok ti is az épületet magát, úgyhogy azt kell követni, oda jussatok föl. Szóval, csapó kettő, berássorunk az őrökön. Nem foglalkozunk semmivel. Majd megpróbálunk nem meghalni annál a nagy dögnél itt, ami jobbra van. Hanem ezt megpróbáljátok itt a sátrakon keresztül kikerülni. Ígyni. Az előbb béna voltam, és belefutottam telibe. Ha ezzel megvagyunk, akkor itt lesz még egy grész, srácok, az ajtó előtt. Illetve egy meeting place map. Itt a hullánál. Ugye erre a szigetre azért kell eljutnotok először, hogy be tudjátok jutni az akadémiára ide föl, mert le volt az árva varázslattal az ajtó. És azt mondja, hogy Glintstone Key-t, vagy nem is tudom mit kell megszereznünk erről a szigetről. Na szóval a függőleg az, hogy bejussunk oda föl az akadémiára, az előbb voltunk az ajtónál, varázslatos ajtónál, találtuk a térképet, ami elvezet minket a kulcsához, hogy hogy jutunk be. Az nem máshol fekszik, mint itt a mocsárban lévő kis apró cseprő repülő sárkány mögött, hol máshol. Úgyhogy be kell lopóznunk a sárkány mögé, és kiszedni a Glintstone Key-t, ami kinyitja nekünk az akadémia ajtaját, hogy be tudjunk menni. Ezt pedig, hát okosan, ügyesen meg tudjátok oldani. Úgyhogy, ha besneakizünk, nem ébresszük fel az alvó sárkányt, mert abban jó nem sül ki. Nyilván majd le fogjuk verni, mint boss amúgy, mert le kell verni. De most így nem videóba szeretném majd, hanem live-ba veletek, élőbe. Úgyhogy most csak besneakizünk így a segge mögé. Mert elvileg ott van, amit keresünk. Remélem nem fog felébredni. A francba. Itt van, srácok. Ez nem az. Ennél lesz. Megvan. Academy Glintstone Key. Lóra föl, azt húzzunk. Hello! Nem. Én csak a kulcsért jöttem. Pontja pikit! De nézz hátra, jön a farkas! Futás! Futás! Mérges, mert elloptuk a kulcsot. Hú, jó. Már nyithatjuk is ezt a varázslatos ajtót kifelé, hogy be tudjunk menni. Most, ha bejutottunk az akadémiára, srácok, itt kapásból lesz egy grész. És be kell mennünk megkeresni a következőt, ahol lesz az a mob, amit ölnünk kell a kardért. Az pedig itt lesz, ezen területén itt fölül. Ide kell följutnunk. Fölliftezünk szépen. Az elején csak egyenesen tudtok menni. Ajtót kinyit. Ilyenkor nem tudnak sebezni ezek a dögök. Itt, ahogy befordultok, a varázslós teremből itt lesz egy grész, ahova szintén le tudtok ülni. Ha ez benti grész is megvan, akkor haladhatunk tovább, és ide föl kell mennünk a következő grészhez, srácok. Ugye ezt a grészt úgy szeretném, amikor bejöttünk a nagy terembe, és itt elfordultunk balra, és itt balra volt. Ott lehetett megszerezni ezt a grészt. Kifutni a kertbe. A kerten egyenesen átfutni lefelé. Lesz egy híd. A hídon is átfutni. Összeszedni a hullátokból, amit én most ott hagytam, a
a lóvét, az a runákat, mert nem érdemes azt ott hagyni. És itt, hogy... Azt a rohadt! És itt, hogy fölfele mentek, itt lesz a bejárat a másik részlegbe. Ide berásolunk. Közben HP-t töltünk, mert azért tudnak sebezni ezek a dögök, főleg így az elején, hogy még kis szintű vagyok. Fölfutunk. Itt a lifttel srácok följöttök, amiről fogaskerékkel föl tud hozni titeket. Ez a lifttel följöttök, itt van egy újabb bejárat. És itt fogtok találni egy újabb grészt. Na ez az a grész, amit kerestünk. Ehhez jöttünk. És itt lesz egyből a lépcső fölött egy mob, amit ha öltök, előbb-utóbb kidobja nektek azt a nagyon baszó kardot. Mutatom is, de följöttök a folyósóra, és ez az a mob. Ezt a mobot kell egy párszor kinyírni. Elég egyszerű, hogyha megvan a frankó varázslótok már a meteorite staffal. Hát ő most nem dobta. Visszamentek, lecsüccsentek a Grace-hez. Visszaszponulódik, újra kinyírjátok. És előbb-utóbb be fogja adni. Na. És most sem. Na már! Hát nem igaz, nem dobja a kardját, nézd, de nem dobja. Ez az! Van végre drop, srácok! Most meg kell, hogy adja. Lazuli rób. Ez az, megint van drop! Gyerünk, srácok! Most ez a kard lesz, én érzem. Megint lazuli rób. Mi van már? Na végre, megint dobott valamit. Ez most, ha megint egy ruha lesz... Gyerünk! Ez most a kard! Ott is van! Lazuli Glintstone Sword, srácok! Kifarmoltuk! És ti is ki tudjátok farmolni. Kb. 35-40-szer öltem meg, mire kidobta, de kidobta, srácok. Azt a betyárját, srácok. Azt a betyárját. Azt figyeld. Hiuhú! Azt a de jól néz ki. Nice. Srácok, remélem tetszett a videó, ha igen és hasznos volt, dobjatok egy lájkot, remélem ti is megszerzitek ezt a kardot magatoknak, mert egyszerűen fenomenális vele harcolni. Nagyon jó, ajánlom nektek. Úgyhogy köszönöm, itt voltatok ebben a videóban is. Ha tetszett, osszátok meg és iratkozzatok fel. Szevasztok. Szevasztok. Végre. Szevasztok. Az mi az Isten? Végre. Most mi van? Szevasztok. Ez jobb. Vágod? Szevasztok. Hagyjad.